Sziasztok! Ma egy fullos Ninja Go készletet nézünk meg. Megérkezett gyűjteményem egy újabb darabja, ami a képen látható. Morró sárkány támadása. Sajnos nincs hozzá se füzetem, se dobozom. Úgyhogy nézzük is mindjárt meg itt a dolgokat. Kezdetben itt van ez a kis helyszínünk. Nagyon nem tudom, hogy ez mi volt a sorozatban. Nem nagyon emlékszek rá. Azt tudom, hogy ott volt valami gyémánt, amit meg akartak szerezni. Csak hogy hol és miért, azt most itt per pillanat nem jut eszembe. De nézzük meg, mi van még itt. Ez egész jó kihajtogatható. Ugye ott fegyverek, aranykardok, lándzsa, szintén kis zászló. Nem is tudom, hogy ez így. Ja nem. Így, mert ugye ott mennek oda érte. Tehát egy ilyen kis helyszín is van hozzá. Na, ezt mindjárt el is teszem ide a végébe. Jöjjenek mindjárt a szereplőgárdák. De először megint ezek. Ugye ez is adtak ilyen hülye szellemeket, de most érted, kolbásszal a kezébe vicsorog, meg egy fejszébe, hogy jön a fejszé és gyilkos. Fejsze meg egy kolbászért, mennyire ijeszt. Nagyon komoly. Itt van a haverja. Na, én ugye a banán meg a dinamit el nem maradhatott kellék. De ez tényleg, hogy kajákot adnak a szellemeknek. Ez egyszerűen... Na, de mindjárt itt van Kai, a tűz ninja. Hú, és milyen szuper légpengével a kezébe. Egy fekete és egy arany karddal. Milyen jó kis arc. Itt azért már kapott ilyen krikszkrakszokat rá. De egy arcú figura. És ugye kapott a készlethez ilyen kis glidert, vagy siklót, vagy nem tudom ki minek akarja hívni. Ugye, hogy itt rááll, aztán így elszállhat vele. Mondjuk erre sem emlékszek a sorozatból, de mindegy, de biztos volt ilyen. Úgyhogy milyen jól néz ki. Ide is teszem hozzá. Mindig a szellemek ide jönnek itt támadó állásba. Mindjárt itt a másik hősünk, Jay, a villám ninja, és ő is kap egy jó kis légpengét. Na most megpróbálom lehúzni az arcát, mert egyszerűen szétszettem, de szorul bele a feje, nem tudom kihúzni úgy, de sikerült. Na ugye is jó kis mogorva arc, egy arcú, úgyhogy, bár fura mód ez a fejes hozzá, ez inkább olyan Niás, de akkor ugye Nia még nem volt ninja, és hát még csak tesztelgette a vízképességeit. Ja igen, és ő is kapott Jay egy ilyen kis glidert, amivel tud így siklani. Na, jöjjenek a rossz fiúk, vagyis inkább a rossz szellemfiúk, vagy szellemlányok. Itt van mindjárt az első, milyen fegyvert kapott, milyen jó kis ilyen pengés valami. Ugye két karddal, a szellemfigurák, ezek nagyon tetszenek, nagyon jól néznek ki. Itt van mindjárt a másik, ugye ő volt a csaj. Tudom, hogy volt köztük valamelyik csaj, csak nem tudom, hogy melyik volt az. Ugye ő is ilyen egy arcot kapott, de ez lehet csávó volt. Nála is ott a két kard, meg egy ilyen valamilyen penge. Ezt tetszik, ez az egyik ilyen szellem. Talán ez volt a csaj. Nem is tudom hirtelen, de ez az ilyen nunjaku, ami szellem pengével van összerakva. Tud vele hadonászni, és simán összerakhatod így is. Ilyen sima fegyverré, de nunjakuként is funkcionál, úgyhogy ezt nagyon eltalálták, ezt tetszik. És ugye itt van a készletben nem más, mint Morró, aki éppen olyan alakot kapott, ugye, amikor megszállta a Lloyd testét. Úgyhogy nagyon komoly, jó kinéz. Ugye már láthattuk a másik Morrós készletet a csatornán.
csak abban nem így nézett ki. Hát ugye a fej az ilyen, nem tudom, most mórós arca van. Csak maga ez a szettje, ez nagyon komoly. Meg ez a szakadt köpeny. Ez mondjuk ezt a fegyverzetet, ezt nem is értem, hogy ez milyen fegyver, vagy csak egy ilyen bot, vagy valami, de nagyon komolyul kinéz. És ugye a készlet lényege nem más, mint maga morró sárkánya. Ez olyan hatalmas, hogy megpróbálom valahogy így megmutogatni nektek, tehát hogy eszméletlenül nagy ez a szellem sárkány. Milyen jó nagy szája van, lehet nyitogatni. Milyen jó vicsorgó fogai. Ugye, jó nagy karmai, hogy oda lehet beültetni morrót. Majd beletesszük, milyen jó szárnya van. Tehát egy ilyen hatalmas, szuper, fullos sárkány. Tehát tényleg nagyon szuper. Van egész sárkány hadosztály van itt. Úgyhogy ez a morró sárkány, ez mi? Tehát láthatod a figurához képest, hogy ez hatalmas. Ez a sárkány nagyon tetszik. Mindjárt van a morrót is beleültetni, vagy állítani. Na. Itt a kezébe is lehet rakni a két láncot, hogy fogja. Most ugye a fegyvert fogja a kezébe, úgyhogy felszállhat ezzel a hatalmas sárkánnyal, és üldözheti a zsákmányt. Ugye, mint a hajót, amit kergetett vele a levegőbe a sorozatba. Tehát ez a készlet, ez eszméletlenül fullos, tehát a sárkány, a szellemfigurákkal, tehát mindennel. Egy csoportképet se tudom beállítani, mert akkora. Úgyhogy ennyi lett volna ez a set bemutató, srácok. Tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!